Gyerünk, gurítjuk, gurítjuk! Úgy van, lépjünk felé! Verőfényes napsütés, gyerekzsivaj és a pattogó labda hangja. Ez várt azokra, akik kilátogattak a Győr Szent Iváni sportpályára a hétvégén. Az E.ON családi foci és sportnap sok ember csábított ki a szabadba. A szülők és gyermekeik ilyenkor együtt játszhatnak, együtt érezhetik jól magukat, és mindemellett közösségkovácsoló szerepe is van, mondja Tóth Balázs, a Győr Szent Iván SE elnöke. Győr Szent Ivánon 10 000-en laknak. A 10 000 ember sajnos már nem igazi falusi, nem igazi családias jelleggel működik, hanem átment egy városi, ridegebb életvitelbe, és ezt próbáljuk mi valahogy visszahozni, visszacsempészni ezt az összetartást. Vince Otto, az E.ON családi foci nagykövete szerint fontos, hogy a gyerekek felálljanak a számítógépek elől és mozogjanak. A motiváció az, hogy a család, tehát a szülőkön keresztül jöjjenek a gyerekek is sportolni, mert látjuk, hogy leginkább a gyerekek azok, akik a régi időkhöz képest keveset sportolnak, és inkább otthon maradnak, ellustulnak. A kicsik és családtagjaik több megmérettetésben is részt vehettek. Az igazi labdazsonglőrök a dekázó versenyben mutathatták be tudásukat, de a csapatversenyekre is szép számmal akadtak jelentkezők.